Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy harmónia, amiben egyek lehetünk. Kodály Zoltán gondolata az alapeszméje ennek a nemzetközi fesztiválnak, ami jóval több, magas színvonalú koncertek során áll. Saját nemzeti kultúránk mellett más kultúrák, emberek ezerszínű arcán keresztül is hirdeti összetartozásunkat. A kórus találkozó, amelyet 1996 óta minden második évben megszerveznek, mindig tartalmaz új elemeket is. A hagyományos fesztivál rendjében, ebben az évben, mivel Magyarország volt a V4-es országok soros elnöke, az az ötletünk támadt, hogy tartsunk V4-es találkozót is. A külügyminisztérium örült ennek az ötletnek, biztosított bennünket a támogatásáról, és mi ezt komolyan vettük, úgyhogy megszerveztük ezt a találkozót. Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából érkezik hozzánk énekkar. A fesztiválhoz kapcsolódó karvezetői mesterkurzuson 27 szakember vesz részt Svédországból, Törökországból, Hongkongból, Venezuelából, Japánból és Magyarországról. A karvezetők egyike, a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium egykori diákja, majd énekzenetanára most tanulni jött vissza szülővárosába. Úgy gondolom, miután nagyon sok nemzet képviselteti itt magát, és minden nemzet más és más stílusban és karakterekkel vezényel. Jó látni, hogy egy japán karnagy, vagy egy svéd karnagy, annak ellenére, hogy ugye az alapmozdulatok ugyanazok, hogy mennyire másképp gondolkodik az egyes művekről. Úgyhogy nekem nagyon nagy izgalom is, meg nagyon pozitív élmény látni a karnagy kollégákat vezényelni. Pénteken a megyeházán a Fülöp-szigetekről és a Dél-Afrikából érkezett kórusok adtak hangversenyt. A Stellenbosch Egyetemi Kórus karnagya szerint ez egy rangos európai fesztivál. Az első benyomásom az, hogy a zene őszintén egyesíti az embereket. A világ különböző részeiből jövünk, különböző nyelveket beszélünk, de a zenén keresztül megértjük egymást. A zene hidakat építhet, amelyeket nem rombolhat le a politika. Ez egy csodálatos lehetőség, amit nekünk nyújtanak itt ezen a versenyen. A fesztivál gála koncertjét, amelyen valamennyi résztvevő kórus közreműködik, augusztus 20-án rendezik majd a Continental Arénában.